Sziasztok! Kolumbán Andrea vagyok, a 2x10B osztályban tanulok. Mivel engem csak a fiús szakmák érdekeltek, ezért jelentkeztem a Lukács iskolába. Sziasztok! Béla Fajon Zsolt vagyok, a Lukács iskola 11. évfolyamos tanulója. Itt az iskolában a gépgyártás technológiai technikusnak tanulok, én már a 3. éve. De mondd, hogy soha nem hallottál róla? Téged jó helyre tett le a gólya? A lukácsos népek ügyesek, magányok, és náluk vannak a legjobb tanárok. A legnagyobb iskola szélese hazában, ezernél is többen számtalan szakmában elméletek nyomnak, majd jöhet a gyakorlat. Gyere és próbáld ki, úgy érzed, kemény vagy! Hogy ők miért választották a Lukácsot. Zeke András 9. C osztályos kollégista tanuló vagyok, és gépjármű mechatronikai technikus szakra járok. Szentendréről érkeztem, és azért választottam ezt az iskolát, mert régóta érdekel a szakma, korábban sok jót hallottam róla, illetve az is szerepet játszott a döntésemben, hogy a Lukács az országos középiskolai rangsorban több éve a 3. helyet foglalja el. Tatai Szilárd 9. osztályos épület gépész technikus tanuló vagyok, és azért választottam a Lukácsot, mert nagypapám és apukám is itt végeztek. Papám mesztergályosként, apukám gázszerelőként, jelenleg bátyám is itt tanul, gépi forgácsolóként. Családunkban mindenki nagyon jó szakmai képzést kapott itt a Lukácsban. Néhány társammal együtt Kárpátaljáról érkeztem. Gépjármű mechatronikai technikus szakon tanulok. A magyarországi cégeknél dolgozó ismerőseim ajánlották a Lukács iskolát. A szakmatanulás mellett a Lukács zenekar frontemberi szerepét töltöm be. Kukogtassunk a Szentpéteri Marian igazgató asszonyhoz. Sziasztok! Miben segíthetek? Gyertek, üljetek rá! Kedves igazgató asszony, szeretném megkérni, hogy mutassa be a Lukács iskolát és az itt folyó képzéseket. Kedves pályaválasztás előtt álló diákok! Churchill szavaival élve, nem ígérhetek mást, csak vért, erőfeszítést, verítéket és könnyeket. De komolyra fordítva a szót, szeretettel köszöntelek benneteket a Győri Szakképzési Centrum Lukács Sándor Járműipari és Gépészeti Technikum és Kollégiumában, Nyugat-Dunántúl legnagyobb járműipari képzést folytató középfokú intézményében. Az iskola közel 70 éves fennállása alatt meghatározó szerepet töltött be nem csak Győr városa, hanem a Nyugat-Dunántúli régió szakképzési rendszerében is. A specializált gép- és járműipari, a gépészeti, az épületgépészeti és a kohászati ágazatokban 20 szakmát oktatunk az 5 éves technikumi és a 3 éves szakképző iskolai képzés keretében. A folyamatos szakmai innovációnak köszönhetően modern, digitális eszközökkel felszerelt laborok, szaktantermek, például hidraulika, pneumatika, elektronikai, villamosmérő labor, IGM robotika terem, spinner megmunkáló központ, CNC, karosszillakatos fényezőkabinet, SMC mérőszoba, anyagvizsgáló labor, alternatív járműipari szaktanterem segítik a szakma elsajátítását. Iskolánkban a modern oktatás a hagyományos értékekkel ötvöződik. Az iskola igyekszik olyan szakképzett munkaerőt képezni, amely meg tud felelni a folyamatosan változó munkaerőpiac igényeknek, a 21. század kihívásainak, az ipar 4.0 elvárásainak. Az idegen nyelvet emelt óraszámban tanítjuk, így egyre több diák tesz nyelvvizsgát. A tehetséggondozásnak köszönhetően a lukácsos diákok egyre másra érik el a jobbnálok eredményeket, állnak a dobogóra a különböző szakmai, közismereti és sportversenyeken. De felkaroljuk a tanulásban lemaradókat is. A Lukács iskola több mint 200 duális képzési partnerrel áll kapcsolatban, a multinacionális cégektől kezdve például Audi Nemo, a kis- és középvállalkozásokig,
akik munkalehetőséget kínálnak a végzett diákoknak. Ennek köszönhetően évről évre folyamatosan bővül az intézmény beiskolázási körzete, amely Győr-Moson-Sopron megyén, sőt az ország határain túl is átnyúlik. Biztos érdekel benneteket, hogy hogyan lehet bejutni a Lukácsba. És itt jön Bezalmi Zoltán igazgató helyettes, hogy kérdezzőnek tőle. Tanár úr, kérem mondja el pár szóban, hogy mi a beiratkozás módja. Technikumi ágazatunkra felvehető tanulók rangsorát két számolási mód fogja meghatározni. Az első az általános iskola 7. évvégi 8. fél éves osztályzat tanulmányi átlagból számoljuk, ami maximum 50 pont lehet, illetve a központi írásbeli felvételi elért eredményekből számított szintén maximum 50 pont fogja meghatározni. Ha az általános iskolában nézzük a magyar nyelv irodalom átlagát, a matematika, a fizikai, illetve az idegen nyelv és a történelem osztályzatokat, abból számolunk egy átlagot, illetve a központi írásbeli felvételén pedig a magyar nyelv és matematikából elért eredmények számolnak be maximum, ahogy említettem, 50 pontban. A szakképző ágazatunkra nincs központi írásbeli felvételi vizsga, ott csak a 7. évvég, illetve 8. félévi osztályzatnak az eredményeit nézzük, és abból állapítjuk meg a felvehető tanulóknak a rangsorát. Mit is lehet iskolánkban tanulni? Gépészetet, épületgépészetet, specializált jármű és gépgyártást, bányászatot, illetve kohászatot. Mind a négy ágazatban technikumi és szakképző oktatásra lehet jelentkezni. Először ágazatot választotok, amivel 2 évig ismerkedtek. 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás. A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. Az 5. év elvégzése után egyszerre kaptok érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet. Úgy lehettek középiskolások, hogy kaptok ösztöndíjat, duális képzés esetén pedig munkaszerződést ajánl a vállalat, így folyamatos bevételetek lesz. 12. évfolyamon 3 közismereti tantárból tesztek érettségi vizsgát, magyar nyelv és irodalom, matematika és történelem. 13. évfolyam végén idegen nyelvből tesztek érettségit, valamint ekkor kell szakmai vizsgát, a technikusi vizsgát letenni. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi vizsgának számít. Iskolánkban lehetőség van magasabb óraszámban idegen nyelv tanulására, így németből DSD nyelvvizsgát, vagy angolból középfokú nyelvvizsgát tudtok letenni. Amit még kínálunk. Robotika, külföldi szakmai ösztöndíj, valamint pályakezdési támogatás. Engedjétek meg, hogy röviden bemutassuk nektek a különböző ágazatokat. A gépjármű mechatronikai technikus a gyártósorról lekerülő új autó műszaki átvételénél végzi feladatait. Munkája során a minőséget műszeres vizsgálatokkal ellenőrzi, kiszűri és megjavítatja az előforduló hibákat, előkészíti a gépjárművet értékesítésre. Mechatronikai technikus. Magas automatizáltságú termelőberendezés, berendezés csoport hiba meghatározását végzi a hidraulikus, pneumatikus, IT vezérlés villamos berendezésekben hiba elhárítást végez, alkatrészeket gyárt. Alternatív járműhajtási technikus. Az alternatív járműhajtási technikus munkája közúti gépjárművek gyártásának, szervizelésének, illetve karbantartásának műszaki feltételeit biztosító tevékenységet lát el. Ez magába foglalja a gépjárművek valamennyi gépészeti, villamos és elektronikus egységeire vonatkozó karbantartási, műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási, hibaelhárítási, beállítási és fenntartási műveleteit. Járműipari karbantartó technikus. A járműipari karbantartó technikus magas automatizáltságú gyártóüzemekben az egyes gyártóberendezések karbantartási, ellenőrzési, hibakeresési és programozási, illetve építési feladatait végzi. Gépésztechnikus. A gépésztechnikus részt vesz a gyártóeszközök, gépek, berendezések tervezésében és gyártásában. Kiválasztja a gyártáshoz szükséges anyagokat, közreműködik a gyártáshoz szükséges automatizált gyártóberendezések beüzemelésében. Gondoskodik a gépek, berendezések karbantartásáról, javításáról. Irányítja a karbantartási, szerelési folyamatokat. Gépgyártás technológiai technikus. Önállóan vagy mérnöki irányítással vesz részt gépalkatrészek technológiai tervezésében, gyártásában, gépek, géprendszerek mechanikus berendezések, működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában. Meghatározza a gyártás
technológiai adatait, irányítja az általa tervezett gyártási folyamatot, gyártás közben méréseket végez. Az épületgépész technikus egy olyan szakember, aki a családi házak, középületek, intézmények és ipari létesítmények ivóvíz, szennyvíz, hűtés és központi fűtés, valamint gázipari rendszerek tervezésével és a kivitelezés előkészítésével, irányításával és dokumentálásával foglalkozik. Kohász és öntéztechnikus. A kohász technikus feladata a vasalapú és egyéb fémek ötvözeteik előállítása ércekből és nyersanyagokból. Feladatai közé tartozik az öntéssel és képlékeny alakítással, a kohászati berendezések, magas szinten automatizált, speciális gépek szakszerű, önálló kezelése. Tekintsük át, milyen szakmákat kínál számotokra a Lukács Suli. A szakképzőiskola újdonságai. 9. évfolyamban egy évig az ágazattal ismerkedtek, majd 9. évfolyam végén, egy sikeres ágazati alapvizsga után nektek megfelelő szakmát választhatjátok. A szakmát duális képzésben kisebb-nagyobb cégeknél, vállalatoknál 2 évig tanuljátok. 9. évfolyamban mindenki ösztöndíjban részesül. Ezután 10-11. évfolyamban a vállalatoktól fizetést kaptok, így az iskola mellett jövedelmetek is lesz. A gépjármű mechatronikus a gyártósorról lekerülő új autó műszaki átvételénél végzi feladatait, vagy érdeklődési területétől függően szervizekben dolgozik. Munkája során a gépjármű mechanikus és elektronikus rendszerek minőségét ellenőrzi, kiszűri és megjavítja az előforduló hibákat. Az autógyártó sorozatgyártásban készülő közúti gépjárművek és ezek fődarabjainak, például motor, váltó, futómű, fék összeszerelését végzi. Járműfényező. A járműfényező feladata gépjárművek karosszériáinak felület előkészítése, felületkezelése, javítói vagy ipari fényezése. Karosszérialakatos. A karosszérialakatos gépjármű felépítmények javítását, részecskégek összeépítését, gépjárművek külső szerelését végzi. Karosszéria alvázak, karosszéria húzópadon történő javítása is az ő feladata. Gépi és CNC forgácsoló. Műszaki rajz alapján a megmunkálandó anyag ismeretében megtervezi az adott alkatrész hagyományos szerszámgépen való gyártását. A szerszámgépen beállítja a forgácsolási jellemzőket és legyártja a munkadarabot. CNC megmunkáló gépeken, gyártósorokon szakszerűen használja a munkadarab befogó és továbbító eszközöket. Programot ír és tesztel egyszerűbb alkatrészek CNC gépen történő gyártására. Épület és szerkezetlakatos. Fémes anyagból, acélból készült lemezeket, csövek, vázak és tartószerkezetek előkészítését, szerelését, hegesztését és ellenőrzését végzi. Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését végzi. A hegesztő különálló szerkezeti elemként készült gépalkatrészeket, szerkezeti elemeket egymáshoz rögzít, különféle hegesztési technikák, eljárások alkalmazásával. Ipari gépész. Az ipari gépész a gyártósorok berendezéseinek, kisegítő részegységeinek szerelését, karbantartását, javítását végzi. Egyszerű munkadarabokról szakrajzot készít. A szakrajz alapján meghatározza a szerelési feladatok menetét, sorrendjét. A szerszám és készülékgyártó kézi és kisgépes megmunkálással, valamint egyetemes és programvezérelt CNC szerszámgépek alkalmazásával fém alkatrészeket készít. Az általa készített alkatrészek komplex, több alkotó elemből álló készülékekbe épülnek be. A központi fűtés és gázhálózat szerelő kiépíti és karbantartja a központi fűtés rendszerét, a gázellátó rendszert, annak vezetékeit és a felhasználói készülékeket. Víz és csatorna rendszer szerelő. Tervek alapján különböző csőanyagokból hálózatokat épít ki. Egyedi és központi berendezési tárgyakat, vízgépészeti rendszer elemeket épít be a fürdőszobától az úszómedencéig. Az öntvénygyártó olvasztó kemencében elkészíti az előírt hőmérsékletű és kémiai összetételű fémet. Előkészíti az öntéshez szükséges eszközöket, valamint szerszámokat a gyártáshoz. Iskolánk volt tanuló is, szívesen emlékeznek vissza az itt eltöltött évekre. Habári Martinnak hívnak, 2 éve végeztem a Lukács iskolában.
Itt nagyon sokszínű tudást kaptam, olyan tanárok tanítottak, akik módszereikkel és személyiségükkel elvarázsoltak, és hatásokra döntöttem úgy, hogy a tanári pályát választom. Jelenleg a Széchenyi István Egyetemen tanulok, történelmi informatika szakon, és nagyon jó emlékekkel tekintek vissza az iskolámra. Németh Róbert vagyok, gázvezetékszerelőként végeztem itt a Lukács iskolában, majd angolszakos tanárként végeztem a Veszprémi Egyetemen. Jelenleg az iskolában tanítok angolt, technikumi és szakképzőiskolai diákoknak. Kraft Károly vagyok, autószerelőként végeztem a Lukács iskolában 2003-ban. Utána a Széchenyi István Egyetemen tanultam gépészmérnökként. Immár 10 éve Lukács iskolában tanítok szakmai elméletet. Sziasztok, Hauri Péter vagyok. 2005-ben végeztem épületgépész technikusként itt a Lukácsban. Jelenleg az NKM-nél dolgozom szakterületvezetőként. Azért szerettem ide járni, mert a kiváló szakmai felkészültségű tanáraim egyben az életre is neveltek, ezért mindenkinek csak őszinte szívvel tudom ajánlani ezt az iskolát.